Ifjúság Napja templomban vagyunk. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kispesti gyülekezete ez, és hát több programot csináltunk, ami ezt a nevet viselte, hogy Méltóság Napja program, és így templomon is rajta ragadt, hogy Méltóság Napja templom. Mi a lelkész feladata? Az én gondolataim szerint valami olyasmi, hogy mindig kéznél van az a személy, aki segíteni akar, lehet, hogy csak egy jó szót akar mondani, vagy egy kézfogást, vagy semmi más, csak hallgatni egy picit, és lehet tudni, hogy be lehet csengetni, be lehet kopogni, az ajtó nyitva van, nincs zárva, és ha szükségeltetik, akkor beszélni arról a lehetőségről, amely lehetőség minden ember számára az örökkévalóval való találkozás, és hát ennek különféle formái vannak. Nagyon sok olyan ismerősöm van, kapcsolatom, ahol azt kell látnom, hogy valamiért nehézségekkel, bajjal küszködnek, és nem tudják egészen önmagukat adni, azaz úgy érzik, hogy nincs méltóságuk, nincs valami olyan dolog az életükben, amely dologért nem hálásak lehetnek, hanem amire büszkék lehetnek, vagy amire úgy gondolhatnák joggal, vagy anélkül, hogy föl lehetne nézni erre. És én azt gondolom, hogy a méltóság az, amikor visszaadjuk azt az értéket egy embernek, ha már elvettük, vagy elvétetett, amitől ő újból az lesz, aki. Volt-e az életednek olyan szakasza, aminél elveszett a méltóságod, és tenned kellett a visszaszerzéséért? Nagyon sok ilyen szakasza volt az életemnek. Mi ezt úgy mondjuk kegyes vagy hívő körökben, hogy megtérésem előtti életemben nagyon sok olyan helyzet volt, amikor elveszítettem a méltóságomat, azaz elveszítettem azt az állapotomat, amire olyan nyugalommal vagy büszkén néz az ember, vagy csak annyit gondol, hogy rendben volt. Én Nyíregyházán születtem egy lelkész családban, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, és 11-en vagyunk testvérek. Egy érdekes világ volt ez a mi világunk. Édesapám egyébként és édesanyám is Budapestről kerültek egy vidéki közegbe, ami természetesen egy egészen más közeg, mint egy városi közeg, de nagyon jól éreztük mi itt magunkat. Volt nagyon sok kedves, egyszerű testvér, így mondjuk mi ez, vagy hívő, talán így közérthetőbb, akik között nagyon sok szeretetet, emberséget és jópofaságot éltünk meg gyerekként, de a betű és a gondolatok mindig fontos szerepet töltöttek be a családunk életében. Emlékszem ilyen kis szituációkra, amikor körbe kellett ülni a nagy asztalt az étkezőnél, ugyanis ez külön szertartás volt a családunkban, hogy az egész családnak együtt kellett étkezni, tehát minimum egy olyan étkezése volt a napnak, ahol le kellett ülni, és együtt volt a család, és ezek a közös étkezések mindig úgy fejeződtek be, hogy édesanyám valami novellát elővett, és ezt elolvasta, és akkor ezen elgondolkodtunk, hogy erről egy kicsit beszélgettünk. Szóval nagyon jó gyermekkorom volt. Egyébként ebben az időszakban szerettem megolvasni, mert a szüleim szerint a televízió az egy csomó olyan
értéket képvisel, amitől jobb tartózkodni, és ezért ők meggyőződésből nem vettek televíziót, és hát mi maradt volna a gyerek számára más, mint hogy falja a könyveket, és takaró alatt kis lámpánál olvasson, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy akkor nem lehetett televíziót nézni, persze akkor ezt nem így élte meg az ember, hanem emlékszem a mulatságos jelenetek egyikére, amint a szomszéd ablaka alatt állt az egész Iványi család, és nézte a televíziót ablakon keresztül, és hát megsajnált bennünket a szomszéd, kitárta az ablakot, és éppen a Zorro ment a tévében, úgyhogy gyerekkorom egyik kedvenc filmje a Zorro, természetesen azért, mert valami tilos dolgot lehetett cselekedni, és valami olyan vidékre tévedtem, aminek olyan kedves, édes íze volt. Szóval megszerettük a betűt is, a könyvet, az olvasást, a gondolatokat, amelyek ebből következnek, és egy igen szoros keretek közé szorított életet kellett egyébként élnünk a tekintetben, hogy szüleim nem csak elméleti szinten voltak hívők, hanem hogy ezt a hívőséget a hétköznapokban is megélték, és ezért voltak olyan dolgok, amelyek nem méltóak egy hívőhöz, és voltak olyan dolgok, amelyek méltóak voltak, és hát ennek az érdekes hullámzásában kellett élnünk, és voltak olyan dolgok, amelyek szimpatikusak voltak, amelyek nem. Nekem ebben az időszakban nem nagyon voltak ezek a dolgok szimpatikusak, úgyhogy annak ellenére, hogy mindennapos volt a Biblia, az Istennel való közösség, a hit kérdése, én elkalandoztam egy kicsit más irányba, kíváncsi voltam arra, hogy mi az, amitől annyira tiltanak. Nem is tiltás volt ez szerintem az ő részükről, hanem szeretetből következő védelem. Nem emlékszem arra, hogy én tudatosan készültem volna valamire. Arra viszont igen, hogy sokszor fölálltam a szószékre, és én papot játszottam. Nyilván kifiguráztam azokat, akiknek az ige hirdetéseit hallottam, vagy egyszerűen csak így akartam magam köré gyerekeket gyűjteni, de többször emlékszem, hogy arra, hogy felálltam a szószékre, és ott próbálgattam, hogy milyen az, amikor onnan az ember gondolatokat közvetít. De természetesen nem jutott eszembe, hogy én valaha pap lennék, vagy lelkész lennék. Bár volt a Szénkereszt anyámnak egy testvére, aki egy kicsit furcsa, bogaras figura volt, aki mindig arról beszélt, hogy milyen jól fogok én kinézni, amint feszül rajtam a reverenda, mert akkor is egy kicsit korpulensebb alkat voltam, és hát ő ezt képzelte el, hogy a reverenda majd feszül rajtam. Én akkor ezt nem képzeltem természetesen, hanem szüleimnek köszönhetően minden gyereknek kötelező volt zenét tanulni. Én abban az idő fiatalabb koromban elég sok helyre eljutottam a zene segítségével, énekkarban énekeltem, aztán próbáltunk ilyen könnyedebb műfajú együttest létrehozni, ezt is énekhanggal, volt egy spirituális együttesünk, és hát aztán én egy ideig hivatásos zenészként tengettem életemet énekesként, aztán voltak ilyen terveim, hogy egy ilyen könnyedebb műfajban énekhanggal próbálkozván ebből fogunk élni,
De hát ezek csak ilyen Varga betűs kitérők voltak, ma már én ezt látom. De azért mindig is fontos momentuma volt az életemnek a zene. Nekem 9 gyermekem van, nekik is megadtuk azt a lehetőséget, hogy zenét tanuljanak. Nálunk már nem volt annyira szigorú, hogy csak egyfajta hangszert lehetett tanulni. Ameddig kedvük volt, addig tanultak, és persze hát egy kicsit mindig kellett ösztönözni, de így többféle hangszeren játszanak az én gyermekeim is. De a zene az szerves részévé vált a gyülekezeti programoknak. Egy olyan mintát kaptam a szüleimtől, ami akkor is minta volt, amikor én nem így éltem. Tehát hajszál pontosan tisztában voltam azzal, hogy ha édesapám bizonyos szituációkat látna, amit én teszek, akkor arról neki mi lenne a véleménye. És ezért nem is volt minden helyzetben felhőtlen örömöm. És valahogy sikerült azt elérnie, hogy mindig gondolkodtam azon, hogy vajon helyes, jó dolog-e, amit teszek, és hát ez egy ilyen érdekes, ambivalens érzést generálta a gondolataimban. Szóval ez mindenképpen egy fontos állomása az életemnek a gyermekkor, és az a minta, amit tőlük kaptam. És aztán sok-sok Varga betű és segített ebben biztos vagyok, mert hisz a Varga betűket nem véletlenül teszi az ember, hanem tudatosan próbálkozik hol erre, hol arra, és rá kell jönnie, hogy nem igazán jut célhoz, vagy legalábbis én ezt így éreztem. Nem tudok beszámolni neked egy olyan megtérésről, amikor nekem valamiféle fényjelenség, angyal, maga az örökkévaló megjelent volna, hanem az életemnek egy nehéz szakaszában eszembe jutott egy azóta is kedvenc bibliai lókusz, egy kis passzus, ami így szól, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megfelelek neked, és te majd áldani fogsz engem. De nekem akkor abban a szituációban csak ennyi jutott eszembe, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, vagy a nehézség idején. És akkor én azt gondoltam magamban, hogy hát ez most egy nyomorult helyzet, amiben vagyok. Hát ha tényleg vagy örökkévaló, akkor válaszolj nekem, vagy ha segítségül hívtalak, akkor nyúlj a hónom alá. És ezt megtapasztaltam, hogy ő van. És természetesen ezután jöhetett volna az a gondolat, amit biztos eljátszottam nagyon sokszor, hogy csak szerencsém volt, vagy az élethelyzet úgy alakult, hogy ebből így jól tudtam kijönni, de akkor éreztem, hogy nem lennék tisztességes, hogyha ezt én így gondolnám, hanem úgy gondoltam, hogy engem az kötelez, hogy ha már Istenhez kiáltottam, és ő válaszolt, akkor tudatosan kezdjek hozzá közeledni. És hát így egy hosszú folyamat, vagy egy hosszú idő után egyre közelebb kerültem ő hozzá, de ez volt az a meghatározó pont, amikor elindultam azon az úton, amelyen ma is járok, és aminek később az lett az értelme, hogy jelentkeztem lelkésznek, és azokat a dolgokat szerettem volna csinálni, amit láttam otthon, lehet, hogy egy kicsit másként, lehet, hogy egy kicsit más eszközökkel, de mindenképpen beért az a gyermekkorban kapott minta, amit a szüleimnek köszönhetek.
Én amikor megtértem, egy vidéki kisvárosban éltünk, Hajdú megyében. Úgy kerültem, vagy kerültünk oda, hogy említettem, hogy én zenészként éltem, és a feleségem pedagógus, és úgy kerestünk neki, mármint a feleségemnek állást, hogy ahhoz a városhoz közel legyen, ahol én akkor zenészként éltem, és hát így kerültünk egy ilyen vidéki, inkább nagyközség volt ez, mint városka, és ott éltünk hosszú ideig, én zenészként, majd később egy galériában voltam üzletkötő, egy festménygalériában, és majd elérkezett a megtérés, ahol az emberben van egy olyan vágy, hogy azt a kincset, amit megtalált, azt valahogy tegye közkincsé, és nyilvánvalóvá az emberek számára, és itt kezdtem el voltak éppen az úgynevezett lelki vagy lelkészi munkámat ebben a kisvárosban. Az első 10 évet talán, vagy kevesebbet, mint 10 év, de közel 10 évet ebben a kis városkában foglalatoskodtam, rengeteg gyerekkel foglalkoztam az iskolában, vittem őket kirándulni, nyaralni, nagyon sok olyan gyerek volt, aki ezeknek a nyaralásoknak a révén hagyta el először a faluja vagy kisvároskája határát. Egy nagyon szép időszak volt ez, és akkor kezdett kialakulni valami kis csoport, akik idősebbek is, akik egy ilyen furcsa vallásosságból kiki kacsingatva érdeklődtek, hogy mit is jelent az Istennel való közösség. Szóval ez volt az első hely, de aztán az egyház akkori elnöke, aki az én édesapám volt, ide helyezett Kispestre, ahol egy nagyon szép örökséget kellett folytatnom. Ez a szép templom volt? Nem ebben az értelemben volt szép az örökség, most azon a helyen vagyunk, ahol a 80-as években a gyülekezet az utcán volt kényszerű az Isten tiszteleteit tartani, hiszen eladták a feje fölül a templomot, és az akkori lelkészek a templom előtt az utcán folytatták az Isten tiszteleteket, és hát ez egy olyan meghatározó és számomra szimpatikus tette volt a gyülekezetnek, hogy külön megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy én ebbe a munkába állhatok bele, vagy folytathatom ezt a munkát. Hát aztán átépült a templom, tehát nem arra gondoltam én, hogy az volt egy szép templom, az is szép volt, ez most egy másfajta milliót, másfajta hangulatot árasztó templom, mármint építészetileg. Nagyon érdekes az összetétele ennek a gyülekezetnek. Ha valami hasonlatot kellene mondanom, olyasmi ez, mint egy busz, egy vidéki buszjárat, amire felszállnak, megpihennek, kapcsolatokat teremtenek, beszélgetnek, jól érzik magukat, és amikor úgy gondolják, hogy rendben van, elérkeztünk oda, ameddig a jegyet megváltottuk, akkor leszállunk és elindulunk másfelé. Ugye ez az egyház, ahol én nagy örömmel szolgálok, nem egy nagy tömeget megmozgató egyház, hanem Európában is kicsinyke, mondjuk Angliában nem annyira, de mondjuk Európa több országában, vagy más országaiban kicsinyke, és ezért nem annyira
ismert vagy közkedvelt. Ez nem is jó ez a közkedvelt, mert mindig jól érzik itt magukat az emberek, csak abból a lélektani dologból kiindulva, hogy az emberek szeretnek mindig oda menni, ahol nagyobb tömeg van, ezért sokszor arrébb állnak, vagy leszállnak a buszról, hogy maradjak az eredeti példámnál. Viszont vannak olyanok, akik a végállomásig váltották, vagy váltják a jegyet, és ők örömmel vesznek részt azokban a munkákban, amelyek ehhez az egyházhoz, vagy ehhez a templomhoz fűződnek. Vannak fiatalok, vannak idősebbek, középkorúak, és szerintem így van ez rendben, hogy minden korosztályból vannak. Soha nem jut eszembe, hogy az, akivel én tárgyalok vagy beszélek, az marginalizált, perifériára szorult ember lenne, hanem ugyanolyan ember, mint bárki. Csak annyi a különbség, hogy elvették a méltóságát. Nem minden esetben ő tehet róla, hanem származása miatt bántalom éri, vagy az élet nagyon sokszor furcsa dolgokat produkál, és hát valahogy úgy alakult a sorsa az élete, hogy nem tudott felszín fölött maradni, és ezért kell neki valaki, aki segít, és megmutatja, hogy ő ugyanolyan ember, mint bárki. Kérdezted, hogy mi is a papír szerinti lelkészi munka, és mi az, ami nevezzük hivatásnak. Szóval, ha én az örökké valóra szeretnék figyelni, akkor nem valószínű, hogy azért teszek valamit, mert azért én köszönetet várok, hanem azért teszek valamit, mert kénytelen vagyok tenni, mert nem nézhetem azt, hogy ha marginalizált, a bajba jutott ember még mélyebbre süllyed, ezért nem jár köszönet.